A Fehér Miklós labdarúgó akadémia bejáratánál gyújtottak először Mécsest az Eto'o utánpótláskorú játékosai az iskola névadója halálának 10. évfordulójának napján. A megemlékezés ezután az újszabadhegyi köztemetőben folytatódott, ahol megjelentek Miki barátai, tisztelői, csapattársai és több szurkoló is. Itt volt a 97-98-as Eto'o szinte valamennyi játékosa, akik elérték azt, hogy telt ház, vagyis 28 ezer ember legyen kíváncsi győrött a focira. Az Eto'o jelenlegi vezetése és első csapatának játékosai, Csékovács László, akinél Miki tanulta a focit, és Kertész Pál, aki az Eto'onál az első edzője volt. A sírnál elsőként a Benfica alelnöke, Rui Gomes da Silva méltatta a futballistát. Olyan játékos volt, aki mindig mosolygott. Boldog ember volt, mert azt tehette, amit a legjobban szeret, futballozni. Fontos játékosa volt klubunknak, mert győzni akart. Nem véletlen, hogy a portugál szurkolók emberek is szinte családtagként szerették. Örülök és büszkeséggel tölt el, hogy ilyen kivételes képességű magyar fiatalember, mint Fehér Miklós, a Benficát választotta klubjának. Legalább akkora elismerés, tisztelet illeti őt is, mint amit a csapatot a BEC győzelemig irányító másik magyar, Gutmann Béla kap Portugáliában, mondta a Benfica alelnöke. Stark Péter, a gyermekkori jó barát és játszótárs arról beszélt, Fehér Miklós igazi hídember volt, aki képes volt arra, hogy utat mutasson a jövő generációjának számára. Hogy kell elérni a bizonyos célokat? Hogy kell elérni a válogatottságot? Hogy kell elérni a gólokat? A tehetsége, amely vitathatatlan volt, és az is lesz mindörökké, valljuk be, azért kevés lett volna, hogy ilyen csodálatos karriert fusson be. Ha nincs az az elképesztő, csodálatos családi háttér, ha nincs az a elképesztő alázat, szerénység, bármilyen magaslatokban is volt, és nincs az a futball iránti igazi őszinte nagybetű szerelem, amivel Miki élt és dolgozott. Stark Péter arról is beszélt, Miki ma is képes volt összehozni mindenkit, aki szereti és tiszteli őt. És azt, hogy most itt vagyunk ilyen sokan, gondolom, hogy az a kisrác megint megcsinálta azt a hidot. Mert lehet, hogy nem szereti mindenki a másikat, de megint összehozta azokat az embereket, akik őt szerették. Megint egy helyen vagyunk, egy valakire emlékezünk, aki példaértékű volt minden szempontból, és ez csodálatos dolog. Fehér Miklós emlékére egy kiállítást is összeállított a családdal közösen az Eto'o. Az utánpótlás labdarúgók díszsorfala mellett vonulhattak be a meghívott vendégek. Kovács István, a leendő Eto'o Múzeum koordinátorának, a kiállítás rendezőjének bevezetője, után pedig 4 Eto'o kötődésű labdarúgó, Vég Zoltán, Stark Péter, Weyer Gábor és Koltai Tamás leplezte le a tárlatot. A kiállítás részére a Benfica alelnöke a klub legújabb mezét ajándékozta, a válogatott csatár pályafutását pedig egy korábbi szövetségi kapitány, Gellei Imre méltatta. Intelligens volt, okos volt, becsvágyó volt, tenni akaró volt, mindenféleképpen egy olyan kezdeményező embert és játékost ismertem meg ő benne, ami példaértékű lehet az itt jelenlévő növendékek számára is. Tarsoly Csaba, a Győri Eto'o FC elnöke elsőként arról beszélt, az elmúlt évben, amikor igazi középcsatár nélkül bajnok lett az Eto'o, akkor biztos, hogy kaptak olyan segítséget, ami azt sugallja, Miki itt volt velünk végig. Éppen ezért a bajnoki aranyéremből egyet a Fehér családnak is átadott. De volt nála egy másik aranyérem is. Az elmúlt 10 év, amiben megpróbáltunk építeni, jót építeni, viszont óhatatlanul is elkövettünk hibákat, én szeretném egy gesztussal mutatni azt, hogy aki ezért a klubért tett, lehet, hogy eltávolodott innen, lehet, hogy az én méltánytalan döntésem, beleegyezésem, tudtomon kívül még nagyobb hiba, szeretném ezt legalább egy gesztus értékkel jóvá tenni. Ezt az érmet Stark Péter, az Eto'o korábbi csapatkapitánya vehette át. A tárlaton rengeteg relikvia látható, 6 mez, amelyben Miki ontotta a gólokat, az Eto'oval, a Portóval, a Sárúzzsal, a Bragával, a Benficával nyert díjai, képei, történetek a korosztályos és a felnőtt válogatottból, és több személyes emlék. A kiállítás az Eto'o Park élményközpontban egészen Fehér Miklós születésnapjáig, vagyis július 20-áig látogatható.